Jó estét kívánok! Kedves nézőink, tudományos híradónk mai rendkívüli száma rendkívüli élményt is kínál önöknek. Lennart Nilssonnak, a világhírű svéd orvosi fotográfusnak az Élet csodája című csaknem egy órás filmjét. Lennart Nilsson nevét sok éve szárnyára kapta már a világhír. Az amerikai Time magazinnál töltött évek után érdeklődése az orvosi fényképezés felé fordult. Képes albumai a világ sok országában és sok nyelvén megjelentek. Egyik-másik nagyszerű felvétele bejárta szinte az egész világ sajtót. 1975-ben készült el az Utazás az emberi testben című filmje, amelyet sok tucatnyi ország televíziója, közöttük a Magyar Televízió is bemutatott, az emberi erek a szív belsejében készült, páratlanul érdekes felvételeivel. A svéd televízió megbízására 1977-ben új vállalkozásba kezdett munkatársaival. A leghíresebb svéd tudományos intézetek és tudományos kutatók közreműködésével 1982 végén készült el az Élet csodája című csaknem egy órás új filmje, amely az emberi reprodukció a szaporodás rejtélyeit hozza testközelbe páratlan felvételekkel. A legkorszerűbb technikai felszereléssel, az emberi test üregeibe juttatott különleges endoszkópokkal, különlegesen érzékeny tévékamerákkal bejárjuk ugyanazt az utat, amelyet a férfi és női ivarsejtek megtesznek, meglessük az élet csókját, a megtermékenyítés pillanatát, és az új élet bimbózását az anyai szervezetben a kezdet kezdetétől. A felvételek jelentős része egyedülálló, és bátran mondhatom, lélegzet elállító. E késői órából is kitetszik, hogy látni és mondani valónkat nem gyerekeknek szánjuk, és a film megtekintését nekik nem ajánljuk. Annál inkább ajánlom a kivételes élményt felnőtt nézőink figyelmébe.